Köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Az ellencsapás ideje elérkezett. Európában és a határon túlon is megindult a háborúpárti erőnek az irányítása, miközben mi újult erővel vívjuk valódi értékeinken. Ezt megmutattuk idén áprilisban a harmadik Szívek Hungary-n is, de hogy mi következik most, arról most a főigazgatónk Szántó Miklós és Gavin Webb, a New York Young Republican Club elnöke fogja önöket tudósítani. A sajtótájékoztató végén lehetőség lesz kérdések feltételére is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, én is üdvözlök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. Igen, ahogy a Adri is említette, az idei áprilisi CPEC Hungary-n nagy dolgok történtek. Az idei áprilisi CPEC Hungary-n 59 vezető politikus, döntéshozó, képviselők, miniszterek, szenátorok, influencerek, újságírók látták el kézjegyükkel a kiáltványt, mely szerint mi, a CPEC Hungary által életre hívott Wokebusters tagjai, a szabadság, a rend és a biztonság nevében megfogadjuk, hogy lecsapoljuk a mocsarat és visszavesszük a nyugatot. Erre alapozva büszkén jelentem be ma önöknek, hogy az Alapjogokért Központ útjára indítja a Wokebusters-t, a jobboldal gyors reagálású hadtestét, mely nemzetközi kommunikációs riadólánc, valamint óceánokon átívelő online és offline politikai akcióközösség is. Miért van erre szükség? Azért van erre szükség, mert a Woke, mely valójában a kommunizmus maga, csak egy új trendi kiadásban, globális és globalista jelenség. Ugyanúgy támad Istent, hazát és családot Európában, Észak vagy éppen Dél-Amerikában. Célja egy posztkeresztény, posztnemzeti és a biológiai törvényein és túllépő világfalu létrehozása, elég csak a Biblia tanításának gyűlöletbeszédként való minősítésére, az Európa szerte államileg támogatott Izrael ellenességre gondolni, arra, hogy az Európai Unió, vagy éppen a Biden adminisztráció a gyermekvállalás helyett a migrációban látja a demográfiai probléma megoldásának kulcsát, Soros György nyílt társadalom hálózata pedig a bevándorlást nem megállítani, hanem ahogy ők szoktak fogalmazni, menedzselni akarja. Vagy éppen a biológia meghaladása kapcsán arra, hogy a Párizsi olimpián a megnyitó ünnepség helyett az Eurovíziós Dalfesztivál ült tort, miközben keresztény sportolóknak megtiltják az olimpián, hogy használják keresztény vallási jelképeiket. Igen, az abszurd humor megszűnt létezni, és a nyugati politika lépett a helyére. Ezt mutatja, hogy ugyanazok, akik minden abszurditás kötelező elfogadásában látják a nyugat jövőjét, egyben azon a marxista alapon is állnak, mely szerint a békéhez csak és kizárólag a háborún keresztül vezet az út. Egy-két évtizeddel ezelőtt még a világ békéről hadováltak, ma viszont jól láthatóan világháborút akarnak. Pontosan ezen jelenségek miatt kell globális dimenzióba emelni az antiglobalizmust. A connectivity, az összekapcsoltság nem csak a geopolitikában része a magyar nagy stratégiának, a világ jobboldali erőit is stratégiai célok mentén kell összeszervezni, és ebben a magyar jobboldal kulcs szerepet játszik. Elég csak a hazai konzervatív intézmények nemzetközi hálózatépítésére, a CPEC Hungary-re, a Patriots for Europe-ra gondolni, vagy épp arra, hogy a magyar miniszterelnök nemrégi békemissziója kezdi megteremni a gyümölcseit, és erősen bízunk abban, hogy Donald Trump novemberi győzelme után ezeket a gyümölcsöket le is lehet majd szedni. És a Wokebusters ennek a jobboldali connectivity-nek egy új eleme. Célja, hogy a magyar jobboldal meglévő nemzetközi kapcsolatrendszerét használva és abba új csatlakozókat bevonzva egyfelől élő információs csomópont legyen, proaktív kezdeményezője új akcióknak, hírvivője jó gyakorlatoknak, akár Magyarországról, akár máshonnan, melyek egyszerre szolgálják a zsidó-keresztény kultúra védelmét, a nemzeti identitás és állami szuverenitás védelmét, vagy éppen a családpolitika sikerét. Terítője lesz azoknak a híreknek, eseményeknek Brazíliától, Izraelen át, Ausztráliáig, melyeket a fősodratú liberális nyilvánosság elhallgat,
korai jelzőrendszerként fog működni azon veszélyes jelenségek kapcsán, melyek a progresszív erők ármánykodása miatt itt-ott felütik a fejüket, és vélelmezhető, hogy azokat exportálni is akarják. Gondoljunk csak például Amerikára, ahol egyre több helyütt próbálják megkurtítani a szülői jogokat a gyermekek nevelése kapcsán. És végül riadólánc is lesz a Wokebusters olyan beavatkozások kapcsán, melyek nyilvánvaló és közvetlen veszéllyel fenyegetnek, legyen szó akár választási csalásról Dél-Amerikában, a jobboldali média ellehetetlenítéséről Spanyolországban, vagy a legdurvább politikai és pénzügyi zsarolásról Magyarországgal szemben. És a gyorsreagálású hadtest kommunikációs tevékenységét természetesen fizikai, húsvér, akcióközösség egészíti ki, rendezvények, konferenciák, workshopok, ifjúsági ösztöndíjak és az őszre tervezett több állomásos világkörüli Wokebusters turné mind azt fogják szolgálni, hogy minél többen csatlakozzanak a közös erőfeszítéshez, és lecsapoljuk a háborúpárti Woke mocsarat. És ha már húsvér személyes jelenlétről van szó, akkor engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Gavin Vexet, a legrégebbi és legnagyobb republikánus szervezet, a New York Young Republican elnökét, akinek házasságkötéséhez és születendő kisbabájához Donald Trump maga is gratulált, és hasonlóképp teszek én is, sok boldogságot Gavin a babához. A New York-i ifjú republikánus klubba az Alapjogokért Központ stratégiai partnere immáron 2 éve. Engem Gavin tavaly hívott meg, hogy legyek a klub nemzetközi tanácsadó testületének tagja. Ez egy jó példa, egy jó gyakorlat a jobboldali összekapcsoltság kapcsán. És most mi kértük fel őt, hogy legyen a projektünk nagykövete, a Wokebusters nemzetközi szóvivője. Gavin, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérést, tiéd a szó. Gavin, thank you very much for all of your help. The floor is yours. Well, szeretnék először is köszönetet mondani Miklósnak. Én még mindig dolgozom a magyaron, de szeretném megköszönni azt, hogy ma itt lehetek önökkel, és természetesen szeretnénk azt is kifejezni, hogy azt az elképzelést, amiről beszéltünk, én is osztom, és az első nemzetközi partnerségi kapcsolatunkat hoztunk létre. Én ugye a New York-i republikánus klubot képviselem, ami tényleg a legnagyobb republikánus szervezet az országban. Nagyon jó kapcsolatot építettünk fel, és nagyon nagy élmény volt a CPAC-en részt venni itt Budapesten, ami minden évben nagyobbá válik, és egyre nagyobb nyilvánosságot is nyer, és természetesen ezt a kapcsolatot tovább fejlesztettük azáltal, hogy a különböző saját szervezvényeinken is ezt a partnerséget tovább folytattuk, ahol egyébként Donald Trump is részt vett, ez egy nagyon jó esemény volt, több mint 1000 ember részt vett, és óriási nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ez évben is eljöttem Budapesten, és az önök intézményének a gála eseményén is részt vettem, ami Magyar Operaházban volt, és ez is azt mutatja, hogy ez a óceánon keresztül nyúló kapcsolódás mennyire erős. A Wokebusters program az mindezt csak erősíti, amit most elkezdtek, ez egy nagyon jó kezdeményezés. Szerintem nagyon sokszor beszélünk arról a szükségről, hogy nemzetközi infrastruktúrát építsünk ki, a nemzetközi szervezeteket olvassunk ki a konzervatív, a jobboldali konzervatívok számára. Tulajdonképpen a konzervatív ideológiáknak, az Egyesült Államoknak és más államokban is azt látjuk, hogy sokszor az a hibája, hogy csak a saját országukra koncentrálnak, és nem keresnek szövetségeket, barátokat külföldön. És azt hiszem, hogy amit látunk a nemzetközi baloldalon viszont ezzel szemben, hogy ők az infrastruktúrát építik ki, kapcsolatokat építenek, pontosan azért, mert politikai erőként az a stratégiájuk, hogy folyamatosan tanulmányozzák a másik stratégiáit, bukásainak okát, és ez által nagyon jól fölépítik ezt a marxista agendát, napirendet, amit folytatnak. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a főigazgatóra és a alapjogok központ ennek egy ellentámadását indítja el ezáltal az általános baloldali küzdelemmel szembe, ami nemzetközileg terjeszkedni szeretne. Az a helyzet, hogy bár nagyon különböző országokból érkezünk, különböző etnikai háttérrel rendelkező, különböző nyelvek, különböző történelemmel, konzervatívokként és jobboldaliként nagyon sok
értékünk közös, az a zsidó-keresztény gyökerünk is közös, hasonló problémákkal küzdünk természetesen, ugye, hogyha a migrációról beszélünk, vagy azokról a támadásokról, amiket láttunk nem régiben az olimpián is, amik a hagyományos értékeink, normáink ellen szóltak, és természetesen ezek a közös értékeink mentén vagy mellett hasonló problémáink is vannak, és van egy közös ellenségünk, ami a baloldal vagy a wokisták, úgyhogy megint csak nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy ennek az új projektnek a része lehetek, nagyon magabiztos vagyok azzal kapcsolatban, hogy Miklós körülötti rendkívül jó csapat fantasztikus munkát fog végezni, mint ahogy ezt mindig is teszik, azzal kapcsolatban a Wokebusters programot egy nagyon is erőteljes politikai fegyveré fejlesztik, ami ezt szervezni tud, ami az ideológia, az elképzeléseket terjeszteni tudja, és ami nagyon sok embernek reményt jelentett Magyarországon és az Egyesült Államokban egy aránt, és más helyen a világon is. Amit látunk az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tudják a fejleményeket. Ez tényleg rendkívül sok eseményről van szó, és láttuk ugye a majdnem sikeres támadást Donald Trump ellen, láthattuk azt, hogy milyen támadások jöttek a Joe Biden és aztán most Kamala Harris oldaláról. Tulajdonképpen Washington egyfajta pucskísérletet hajt végre. Azt látjuk, hogy a jelenlegi amerikai elnök, aki hivatalban van, egy héten belül mondta azt, hogy marad a versenyben, aztán azt úgy döntött, hogy kiszáll a versenyből mindenfajta magyarázat nélkül, és most már látunk egy újonnan megkoronázott vezetőt, Kamala Harris-t, aki a 2024-es demokrata előválasztási folyamat során nagyon alacsony támogatottságot szerzett. Azt látjuk ugye nemzetközi szinten, tehát, hogy a baloldaliak félnek, nincsenek igazán jól szervezve, kicsit káosz látunk a helyzetük a szituációkban. Talán itt Magyarországon a jobb oldalnak már nagyobb az ereje, mint nálunk Egyesült Államokban, de az Egyesült Államokban a jobb oldalról van szó, tehát a jobb oldal eddig nem volt elég szervezett, de most ezzel a baloldali káosszal, ebből a baloldali káoszból tulajdonképpen előnyt kovácsolhatunk, és a Donald Trump körül egyfajta egységet érhezünk el. A demokratikus párt nagyon széttöredezett, az egység volt az, amit a jobb oldalon ezen szemben megfogalmaztunk. A Donald Trump körötti egység megteremtés az egyetlen út ahhoz, hogy a sikert megteremtsük, és ahogy Miklós is elmondta, ez az egyetlen útja annak, hogy a világban hosszan tartó békét értünk el, és ezen belül is Európában, azt hiszem, hogy Európán belül Orbán Viktor óriási munkát végez ezzel a kapcsolatban, hogy ezeket a béketárgyalásokat lefolytatja, az világszerte utazik, különböző elnököket meglátogat ennek érdekében. Nagyon világos az, hogy a miniszterelnök erőfeszítései gyümölcsözők lehetnek, és ez Donald Trump számára is referenciaként szolgálhat, aki a beszédeiben is ezt megemlíti, és azt hiszem, hogy nagyon sok konzervatív ember az Egyesült Államokban osztja ezt az elképzelést, de a Wokebusters-szel kapcsolatban azt kell elmondjam, hogy a jobboldali konzervatív pártok esetében azt látjuk, hogy egyre jobban összefognak, ugye Orbán Viktor is az európai patrióták létrehozásában, szervezésében is ezt mutatta meg az Európai Parlamentben, ezáltal egy nagy erő jött már létre. Tényleg azt látjuk, hogy egyre jobban összejönnek ezek az erők, látjuk a kohéziát, látjuk az egységet, nem azt látjuk, hogy továbbra is széttöredezett lenne, ami pedig a múltban elég jellemző volt. Az Egyesült Államokban és külföldön is egyre jobban azt látjuk. Azt látjuk tehát, hogy a baloldal meg van ijedve, fél, és ezért azt gondolom, hogy nagyon jó időt élünk ahhoz, hogy egy ilyen fantasztikus programot elindítsunk. Nagyon nagy megtiszteltetés is, mint hogy ezt nemzetközi szóvivőként ezt a projektet vezethetem. Ugye azt is mondhatom, hogy én a szóvivő férfi leszek ebben az esetben, ezt ugye az angolban megkülönböztetjük, és ezért fontos, hogy ezt adatjuk, hiszen nem akarunk ilyen gender neutrálisak lenni. Nagyon sok média megjelenésnek nézünk elébe, nagyon sok beszélgetésnek, nagyon sok munkát kell majd végeznünk, természetesen az Egyesült Államokban novemberig ez még intenzívebb lesz, de a világban is nagyon sok minden történik, de jó időket élünk ehhez, optimisták vagyunk, és nem lehetnék boldogabb, és nagyon megtiszteltető ismét el kell mondanom, hogy itt lehetek, és hogy alapvető jogok központjával együtt ebben részt vehetek, és nagyon várom az elkövetkező időszakot. Köszönöm szépen. Köszönjük az uraknak.